Bár Gombában nem bővelkedett az elmúlt esztendő, de a Zempléni Gombász Egyesület tagjainak van már annyi helyismerete, hogy ennek ellenére is számos kiállítás bemutatót tudtak szervezni a vidéken. Kezdte beszédét a szervezet elnöke Nagy György azon a gombászvacsorán, amelyet idén is Sátoraljaújhelyen szervezett meg az immár 9. esztendejébe lépő civil szervezet. Egy gondolat jutott eszembe az Egyesülettel kapcsolatban. Mindenki tudja, hogy tisztulítás előtt állunk. Eddig is jól működött az Egyesület, tudtunk egymással beszélni, tehát nem az volt, hogy egymás mögött, hanem egymással szemben, és remélem ez utána is így lesz. Tehát, hogyha véleményünk van, akkor mondjuk el egymásnak, osszuk meg, és próbáljunk közös nevezőre jutni. Ez a mondás pedig a következő, van, aki a lehetőségbe is problémát, van, aki meg a problémába is lehetőséget lát. Én azt mondom, a mi Egyesületünk a problémába is mindig lehetőséget látott, és remélem ez utána is így lesz. És mindig a megoldást fogjuk keresni, és nem azt, hogy milyen probléma rejlik a dolgok mélyén. Úgyhogy mindenkinek jó egészséget kívánok erre az évre is, Istentől megáldott boldog napokat. A város polgármestere mint tag és mint természetkedvelő szólt a gombászokhoz, aki szerint az egyesület tagjai igen fontos feladatot vállaltak fel akkor, amikor célul tűzték ki, hogy a legismertebb ehető és mérgező gombák ismeretére buzdítják a fiatalokat. Köszönöm, hogy meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak elsőként az Egyesületnek azért a közérdekű munkáért és felvilágosító ismeretbővítő tevékenységért, amelyet rendezvényeken, kiállításokon nyújt a lehetőségekhez képest. A lehetőségekhez képest az úgy értem, hogy az akarat az megvan, csak majd nincs gomba, tehát nehéz, de még ilyenkor is megküzdenek sokszor a lehetetlennel, és mégis sikerül a kiállítást összeszervezni. Nagyon fontos, hiszen a iskolás gyerekekkel, mikor a 2-vel ezelőtti kiállítás volt, 10-12 évesek voltak, beszélgettem 5 gyerekkel, 5 gyerekből 4 nem tudja, hogy egyáltalán hol lehet gombát találni, nem ismeri az erdőt, és nem is volt. Sátoraljaújhelyben, 5-ből 4. Tehát van itt munka bőven, és ezért fontos ez a tevékenység, ez a része is, amit az Egyesület végez. Ugyanakkor 126 fős létszámú Egyesületnél nem is lehet elvárni és elgondolni, hogy mindig, mindenkor, mindenkinek ugyanaz legyen a véleménye, hogy ne úgy alakuljon, hogy valaki szeret kirándulni, túrázni, járni, valaki ritkábban, van, akit csak a tájékoztatás érdekel, valakit pedig a maga az erdő. Egy biztos, hogy én a magam részéről azt tudom mondani, hogy amikor igazán ki akarok kapcsolódni, akkor az úgy történik, hogy hazamegyek, elkezdem fűzni a bakancsot, és amikor már család tudja, hogy egy néhány órára eltűnök a térképről, és irány Hercegút, Újúta, vagy Vágásúta, és 20-25 kilométereket teszek meg egyedül, vagy barátaimmal együtt. És azt hiszem, hogy önök mindnyájan ugyanígy vannak ezzel, mint ahogy mi, mert hogy ez a kerete, ez a terepe ennek az Egyesületnek. Nem lennének ilyen erdőink, ha nem lenne ilyen szép a vidékünk, talán ez az Egyesület sem működne, vagy pedig sokkal kisebb hatékonysággal és hatáskörrel. Ez a gombászbál talán annyiból különlegesebb, mint az összes többi, hogy itt elhangzott az, hogy mint tisztségviselő, mint az Zempléni Gombász Egyesület alelnöke nem indulsz újra. Ha néhány szóban el lehet mondani, hogy mi az, amit annak idején elindítottatok és kifejlődött, és látod ennek az eredményét, akkor mi jut eszedbe? Hát közel 10 éve ugye, hogy megalakult ez a Gombász Egyesület. Ez egy baráti társaságból alakult, az az igazság. A börtönben lévő kollégák alapították, és annyira megragadott városlakókat, illetve ugye a testvérvárosi lakókat is Sárospatakról. Ez az igazi együttműködés, ez adja a kohéziót, erőt a két városlakó között, hogy hát szépen kibővültünk.
hogy érdeklődés volt természetnek a ezen jelesége iránt. Csupán ennyi, aztán utána kapcsolódtak be olyan kollégák, akiknek mondjuk biológus végzettsége volt, nagyon sok érdekességet mondtak, és egyre jobban érdekelte az embert, belemerültünk, és ugye így alakult ki az, hogy 12 szakellenőri végzettségű ember van magában az egyesületben is. Maradsz azért az egyesület házatáján, attól függetlenül, hogy tisztséget nem viselsz majd? Mindenképpen, hát egy ilyen menedzseri szerepet azt mindenképpen fogok továbbvinni. Maradok tag, hogy ne. És elmondtam már többször, hogy 23 éve vagyok a Újhelyi Cserkész csapatnak a tagja, a családommal együtt. Na most a cserkészet az megfogott, az egy más világ, az a gyereknevelésről szól, az közelebb áll hozzám, lévén pedagógusként mondom ezt. A másik dolog pedig az, hogy azért nem jó továbbállalnom ezt a tisztséget, mert a cserkészetnek a programjai és a gombász programok azok nagyon sokszor egybeesnek. És vagy tisztességgel tudja az ember tovább csinálni a vállalt feladatot, vagy inkább adja át a helyét. Az egyesületnek több településről sokféle tudású és indítatású embertagja egy valamiben megegyeznek. Szeretik járni az erdőt, megismerni a környéket, és mindenki magához mérten ad hozzá ehhez a közösséghez. Valaki a gombák megismertetésében, túravezetésben segít, mások a szervezésben, vendéglátásban. A gombászok szerint legyen az a túra közel vagy távol, a lényeg a felfedezés és a szabadban együtt eltöltött idő. Ismerősök által is hozzájutottunk információkhoz, meg a természetjárás, meg a gyerekek miatt is szerettünk volna a Gombász Egyesületbe részt venni tevékenyen. Ilyenkor, hát én is úgy tapasztaltam, hogy az a tudás, ami előtte volt, az nagyon kevés a gombázáshoz. Folyamatosan kell képezni magát az embernek ahhoz, hogy tényleg biztonságosan tudjon gombázni. Hogyha röviden kellene valakit még elhívni, barátokat, hogy az egyesületbe tag legyen, akkor te mit mondanál, miért jó itt lenni? Hát nagyon jó a közösség. Nagyon jó a közösség, többféle munka folyik, és igazából hát én nagyon szeretek itt lenni ebbe a társaságba, és mi nagyon jól érezzük magunkat, úgy a gyerekek is, úgy a felnőttek is, és hát sokfajta szakmai munka folyik, és igazából tehát tényleg nagyon jó közösségformáló az egész egyesület is, meg a kirándulások is. Ha egy múlva rá, és összefut a család, akkor, és netán még program is van szervezve, akkor ez az első dolog, hogy részt veszünk az egyesületnek a én irányú természetjárás, gombaismeret, illetve hát maga a természet szeretete az egész családra jellemző, úgyhogy igyekszünk kihasználni minden lehetőséget, hogyha csak ilyen tevékenységet tudunk végezni. Ez egy nagyszerű dolog, hogy egy közösség élményt tudunk így kapni, nem csak egy család, hanem az egész egyesület, mint egy nagy baráti kör. Majdnem első perctől kezdve itt vagyunk az egyesületnél. Szívügyünknek tekintjük a természet, ami sok embernek hiányzik. Városi embernek ez nagyon sokat jelent. Én azt hiszem, hogy a társaság jó emberekkel, gyönyörű vidéken csodákat látunk. Az elmúlt esztendő is jó, sűrű volt, bár nyilván itt a társaságban nem mindenki vehetett részt minden egyes kiránduláson. Mi az, amire nektek volt szerencsétek eljutni? Hát nekünk több kirándulásra volt szerencsénk eljutni. Elsősorban a főzőversenyen vettünk részt, ahol jó magunk is részt vettünk ebbe olyan értelemben, hogy mi főztünk. Jól sikerült szerintem, és jól éreztük magunkat, és úgy gondolom, hogy a gombásztagok is jól érezték magukat. Aztán részt vettük még természetesen a gombászfesztiválon, az éves gombászfesztiválon. Ott kimondott a jó programmal találkoztunk, és nagyon sok túrán vettünk részt, úgyhogy jól éreztük magunkat.
Az idei tervek már lassan elkészülnek, látunk benne Erdély kirándulást, ismét országos gombanapokra való felhívást, és hát az idei rendszeres Zempléni Gomba Fesztivált is. Mi az, amit kitűztetek, hogy esetleg azon ott lennétek? Talán inkább az Erdély, ami minket érdekelne. Nem terveztünk messzebbre, tehát ezt a svájcit azt inkább kihagynánk. A Zempléni Gomba Fesztiválra természetesen oda is szeretnénk megjelenni, illetve részt venni, segíteni is benne, de talán az Erdély az, ami jobban vonz minket egy picikét, és talán lehet, hogy a többieket is nem tudom, de a baráti körbe, akivel beszélgettünk, inkább az Erdélyt választanánk. Tavaly szeptemberben volt egy rendezvény Sátorai Újhelyen, és akkor volt lehetőségünk egy ilyen gombásztúra csomagba bele csöppennünk. És nagyon tetszett a környezet, maga az emberek, maguk az a környezet, maga a közvetlenségük, ami magával ragadott munkat, és azért is döntöttünk úgy, hogy most eljövünk erre a rendezvényre, mert nagyon tetszett maga ez a környezet, a társaság. Azt is tudjuk, hogy egy vendégházat üzemeltetnek. Beleférhet a profilba az, hogy esetleg gombásztúrákat szervezzenek ott a környéken? Így van, pontosan most a Judittal most kezdtünk el egy ilyen együttműködést elindítani, amelyben igenis a vendégeinek felajánlunk egy olyan gombász csomagot, amelyben igen, akár vezetett gombásztúra csomagokat, vagy akár vezetett természetjárás is felajánlunk, és ez egy különlegesség lehet a vendégház szolgáltatásai között, amely akár azokat a vendégeket is meg tudja fogni, akik a gomba iránt érdeklődnek, a gomba iránt rajonganak. A Gombász Egyesület elnöksége a vacsorán jelentette be, hogy a következő tisztségválasztáson már nem indulnak. Így a 10. jubileumi vacsorán már az új elnök és elnök helyettes köszönti majd a tagokat. Az idei gombászközgyűlésen számos döntés várt a nagy létszámú egyesület tagjaira. A több mint 120 főt számláló egyesület tagjainak fele részt vett a tisztújító szavazáson. A gyűlés elején a pénzügyi és a szakmai beszámolókat is meghallgatták a tagok. Ami a legjobban szokott mindenkit érdekelni, hogy milyen bevételeink voltak, összehasonlításképpen a 2012 évet is feltüntettem a különböző belépelkészítők mellett. Az 1%-os személyőrdelmi felajánlása van egy kis növekedés látható. 2012-ben 365 ezer, 2013-ban 394 ezer forint belépelünk származott. Korábban volt ennél nagyobb is, mert ha jól emlékszem, 2010 körül volt 460 ezer forint is. A következő bevételünk, ami 2013 évben volt, a svájci alap volt, ami 2013 évre jutott, 1.104 ezer forint. Ugye a nemzeti együttműködési alap ez megszűnt, ugye? Az NCS szűnt meg, és ne a lett belőle. Tavaly 2012-ben sikerült 250 ezer forintot nyernünk, tavaly évben nem. Önkormányzati támogatást pedig utoljára 2011-ben kaptunk, tehát ez utóbbi években már nem sikerült, önkormányzatok is viszonylag nehéz helyzetben vannak. Pénzbeni juttatás, semmilyen az alapcélunknak megfelelően senkinek nem jutottunk az avízélethez hasonlóan 2013-ban sem, mint ahogy a vezetőség is örök sem kaptak pénzbeni juttatást a tevékenységükért. Kiadási részt. Én felkészültem, hogy akár tételesen is el tudom mondani, mint ahogy a bevételt is, de nyilván én is összesített adatokat tüntettem fel. Az egy jelenlegi ráfordítás, hogy 1.256 ezer forint. Itt ugye a különböző előadásoktól kezdve nyomtatványok beszerzése, minden megjelenő költség. Személy jelenlegi ráfordítások 950 ezer forint. Itt az étkezések, utazások, értékcsökkenési leírás 113 ezer forint, ez ugye a fennálló tárgyi projektor módjuknak a amortizációs költsége. És pénzügyi műveletek ráfordítása, ez nem volt, tehát a bankoknak kamatot nem fizetünk, összesen 2.319 ezer kiadása volt az egyesületnek. Amit ugye vizsgálunk el, hogy a közhasznúsági feltételeknek hogyan felelünk meg. Ez két részből tekintik össze, egyrészt az emberi, tehát az erőforrás, a pénzügyi erőforrásokat kell vizsgálni, másrészt pedig a társadalmi támogatottságot. Az első rész,
Átlagos éves bevételünk meghaladja az 1 millió 500 000 forintot, és az elmúlt két év átlagát tartjuk. Előző évben 1 millió 864 000 volt a bevétel, most 2 millió 357 000, tehát már látszik, hogy 1 millió felett vagyunk. Ennek a feltételnek megfelelünk. Következő, hogy az adózott eredményünk nem lehet negatív két év átlagában, mivel ugye itt is 250 000 volt előző évben, most 38 000, átlagban 144 000, nyilván felett van, így is megfelelünk ennek a mutatónak, és ha jól tudom, itt a 3-ból 2-nek meg kell felelni ahhoz, hogy közhasznúak legyünk. Szerencsére, hogy a 3-ből a 3-harmadik is megfelel, mégpedig az, hogy a személyi jellegű ráfordítások az összes ráfordítás 25%-át legalább tegye ki. Ez nálunk 34,4%-ra jön ki, tehát a pénzügyi erőforrás ellátottságnak 2013 évben megfeleltünk. Társadalmi ellátottságnál, itt ha jól emlékszem, egynek kell megfelelni a 3-ból. Az egyik mutatószám, a személyi jövedelemadó 1%-a, amit kaptunk, az legalább az összes bevételünk 2%-át tegye ki, mert nálunk egy zuhanyadó érték, az 21,9%, tehát itt is megfeleltünk a közhasznúságnak. Következő, hogy a közhasznú tevékenység érdekében felmerülő költségek, azok az összes ráfordítás legalább felét tegyék ki. Most mivel válasz, ami a vállalkozási tevékenységet nem folytatunk, hogy az összes költségből a közhasznú tevékenység érdekében merül fel, pedig is a 100% meghaladja az ötlenet, megint megfelelődik, és mi a harmadikat már nem is vizsgáltam, mert azt szerintem a Juditnak tartalom, hogy legalább 10 közérdekű önkéntes segítette a munkánkat. De ugye ez nem olyan önkéntes, mint mindannyian vagyunk, hanem ugye ennek megfelelő önkéntesek vannak. Én ezt nem vizsgáltam, mert a 3-ból 2 meg volt. Erről majd tényleg. A szavazás előtti hetekben az egyesület tagjai jelölték maguk között azokat a személyeket, akiket érdemesnek tartanak arra, hogy a közel 10 éves szervezet munkáját folytassák. Hosszas vita után az egyesület elnöke Kőszeginé Tóth Judit lett, elnök helyettese Ragyák Jánosné, titkár Lipész Gyuláné, pénztáros Pásztor Eszter, szakmai munkavezetője Hegyesi Gábor, az ellenőrző bizottságban Kascsák Istvánné, Sasi Gábor és Gyűkeri Zoltán foglal helyet ezentúl. A közgyűlésen szóba került a civil szervezetek közhasznúsági minősítése. A Gombász szervezet közhasznú egyesületként végzi munkáját, a májusi minősítési eljárás rögtön új feladatokat ró az új elnökségre. A képözhasznó. Tehát ennek régebben is megvoltak a feltételei, viszont most egy felülvizsgáláson esik át minden egyesület. Hogy miért fontos az, hogy közhasznú egyesület maradjon? Nagyon sok pályázat csak közhasznú szervezet írhat. Tehát egy nyugdíjas klub, akinek az a célja, hogy együtt legyenek, együtt szórakozzanak, azok nem kell, hogy közhasznúak legyenek. De akiknek más magasztosabb céljaik is vannak önmagukon kívül, ezeknek érdemes közhasznú minősítésű versenybe szállni, hogy pénzhez jusson az egyesület. Most még ugyan azt hajtogatják és azt mondják, hogy a sok pályázat meg fog maradni úgy, hogy nem csak közhasznú egyesületre pályázhatnak, viszont látni már ilyet más minősítéssel kapcsolatban, hogy az csak egyetlen mondat, hogy innentől kezdve nem tudom az 1%-ot csak közhasznú szervezet gyűjtheti. Tehát ezért mi úgy gondolom, hogy alkalmasak vagyunk arra, ahogy a pénzügyi mutatók is bizonyítják, hogy a közhasznúságot megvédjük. Nagyon nehéz lesz, nagyon hosszadalmas és nagyon sok adminisztrációt jelentő folyamat ez, amit már elkezdtünk az alapszabályzat módosításával, ezért is napjában volt az alapszabályzat módosítása. Rengeteg új törvénynek kell megfelelni, és annak megfelelően az alapszabályzatot átírni. És ez vonta magával az SMS-t is, sok más belső szabályzatot. Egyéb közhasznú munkánk bizonyításáról pedig nem is beszélve, ügyészi segítséget is igénybe kell ehhez venni, hogy sikerüljön, ráadásul a
mi megyei ügyészségünk az országban a legszigorúbb ügyészség, tehát egy civil szervezet legyen a tanván, aki itt most meg fog felelni, de úgy gondolom, hogy mindent meg fogunk Műsorunk végén emlékezünk. Az elmúlt éven Mácsi László gombaszakellenőrtől búcsúztak a Gombász Egyesület tagjai. Sorozatunk kezdetén számos alkalommal volt ő a szakértője a Gombázunk Együtt magazinnak. Most egy 7 évvel ezelőtt készült beszélgetésből láthatnak részleteket nézőink. Az ország területén több millió kilogramm gomba terem évente. Talán ez is egy olyan adat, amit nem mindenki tudott. Ebből körülbelül olyan 1,3 millió kilogrammot használunk fel fogyasztásra, tehát a lakosság. Most a többi az a gomba ismeretek hiányába, ugye nem mernek vállalkozni sokan a gombázásra, ugye nem ismerik a gombát, meg félnek a mérgezésektől, ez úgy ott marad az erdőben mondjuk, ez nem is baj, mert biztosító van így a szaporodás, a továbbfejlődés, tehát nem hal ki a gomba. Mert azért, ha teljesen kiírtják a gombát, úgy kevesebb az esélye. Tehát rengeteg nagy gombafaj él Közép-Európában, közel 4000, amit azonosítottak. Ezt nyilván nem kell ismerni mindenkinek, mert az szerintem lehetetlen. De ebből lehető, olyan több száz lehető gomba van ezekben a nagy gombákból, és ami mérgező, az olyan 200-nyi lehet. Hát ezeket a gombákat kellő tanfolyamokon vagy kellő oktatásokon el lehet sajátítani, és aki ezt megtanulja és megismeri a mérgező és gyilkos gombákat, legfőképpen a gyilkos galócát, azt mindenképpen kell, hogy ismerje, aki gombázni indul, akkor ezeket ki lehet szűrni, és utána már bátran indulhat az erdőbe gombázás céljából. A gombáknak egyes fajtái, az ilyen kis termetű gombák, azok nem terjeszkednek olyan nagy mértékben, mint például a nagy termetű ehető és mérges gombák. Ezeket szinte nem is látni, mert a talaj alatt szövik be a talaj, tehát a korhadék alatt a talajt nagy területeken. Tehát a kis méretű gombák azok a kisebb területeket, a nagy méretű gombák nagyobb területeket szőnek át, néha több száz négyzetmétert is képesek átszőni, és ezekből tartják fenn magukat, és a vele kapcsolatban élő növényeket, fákat egy közösen, tehát oda-vissza alapon táplálkoznak. Az, amit mi nem látunk, az lenne hivatott arra, hogy a gomba nevet viselje. Az a micéliumok laza, vagy sűrű szövedéke, ami elterül a föld alatt, vagy a felszín takarója alatt, az a tenyésztest tulajdonképpen, és az hozza létre a spórák megfelelő helyre kerülésével, osztódásával, tovább ágasbogasodásával, az hozza létre a termőtestet, amit mi köznyelven gombának nevezünk, pedig a gomba az, amit nem látunk a föld alatt. Tehát az ott táplálkozik, az ott bontja le a szerves anyagokat, átalakítja a saját táplálkozásához szükséges anyagokat, kivonja, és akkor amikor létrehozza a termőtestet belőle, az tulajdonképpen a szaporodás miatt hozza létre a termőtestet. Szorul rá jobban a gombára, mert ha nem lenne gomba, akkor már belefulladt volna valószínű a fa a lehullajtott leveleibe, meg a nem lenne gomba, nem lenne a miában talán haszkolna, végig érne a fa az erdőbe. Tehát belefulladtak volna a saját hulladékukba. És a gombák ezért különbözik mindentől a gomba, azért külön egy világ, egy élőlény, a harmadik csoportja, mert ezt egy növény se tudja megcsinálni. Egy-két baktérium és a gomba képes erre, hogy ezt a szerves anyagokat lebontsa megfelelő tápanyagokra, amit aztán tudnak hasznosítani. Ezért nem növény, ezért nem állat, hanem ez gomba, mert ez csak ezt tudja. Valamennyi gombára igaz ez? Vagy vannak olyan különleges gombák, amelyek nem feltétlenül a lebontásban élnek?
Igen, vannak olyan gombák, amik nem ebből élnek kimondottan, vannak kimondottan fához, fajokhoz kötődőek, aztán a fatörzseken élő telepede, korhadékokon élő gombák. Tehát megvannak a sajátosságai minden gombának a túléléshez, és ott talál magának megfelelő helyet, ahol éppen ha korhadékbontó, akkor a korhadékon nyilván, elhalt fákon. Ha a gyökér kapcsolt, akkor. És a nagy részük a gombáknak ilyenek, hogy valamilyen fávok, tehát az erdei fákkal kapcsolatban ezek a több száz négyzetméteres beállózott területeken a fákkal gyökerével van kapcsolatban. Mindenki ezt nem tudja elsajátítani, aki nem tud eljutni egy ilyen tanfolyamra, vagy felkészítésre a gombák ismeretével kapcsolatban, azoknak tudni kell azt, hogy a vásárlással kapcsolatos szabályokat is be kell tartani. Tehát aki vásárolja a gombát piacokon, vagy üzletekben, hát igaz, hogy üzletekben többnyire termesztett gombát lehet, de piacokon, vásárcsarnokokban többnyire a vadon termett gombákat árusítják. Itt azzal kell tisztában lenni, hogy minden ilyen területen vizsgázó gombaszakértők vannak, akik elvégzik ennek a gomba, az árusítók által felhozott gombákat megvizsgálja, azon papírt állít ki, és arra a napra árusítható felszólítással kiállít egy papírt, és természetesen ezt tudni kell minden gombavásárlónak, és ezt követelje is, ha esetleg az árus nem teszi ki, mert másképp ne vegye meg a gombát, csak ha meg van vizsgálva. A gyilkos gaucát mindenképpen ismerjük. Addig szerintem ne is induljunk az erdőnek. Ha ez úgy aránylag megvan, akkor feltétlenül olyan kosárba, vagy papír zacskóba, vagy papír dobozba, vagy olyanba szedjük a gombát, amiben szellőzik, tehát nem romlik meg, mert ugye egy néhány órát azért ez a gombázás igénybe vesz, akár egy egész napot is, ha olyan helyre megy az ember, és bizony egy nylon zacskóba, vagy egy nylon szatyorba nem igazán érzi jól magát a gomba, mert mire hazakerül, ott elrohad akár abban a nylonban, befüllet, bepálik, ugye magas víztartalma miatt hamar bomlásnak indul egy ilyen zárt nylon szatyorba a gomba. Tehát érdemes legjobb inkább ilyen kosárba, fonott kosarakba abba tárolni, és úgy szedni. A másik dolog, a gyűjtött gombákat, amit ismerünk, tehát amiben biztosak vagyunk, azt nyugodtan elvághatjuk derékba, vagy ha a tönköt is akarjuk, akkor lejjebb, és azokat leszedhetjük nyugodtan. De ha olyan gombára találunk, amit esetleg bizonytalanok vagyunk benne, nem ismerünk meg, azonosítani kell, akkor mindenképpen tövestől vegyük ki a gombát, mert csak úgy tudjuk beazonosítani, ha minden bélyege, minden azonosítható nyoma rajta van a gombán. Tehát ha ismeretlen gombát, vagy esetleg olyat, amit még nem láttunk, olyat találunk, akkor feltétlenül tövestől. Annyit szedjünk ki, amennyit el tudunk fogyasztani, mert többnek nincs értelme. Hazavisszük, akkor vagy lefagyasztuk, vagy nem tudom, hogy tároljuk, megszárítjuk, vagy ki, hogy tartósítja magának valamilyen módon. De hát az már mondjuk a hűtőbe se ajánlott 3 hónapnál tovább, mert már nem olyan az íze. Tehát nem érdemes a hűtőt telepakolni gombával és egy éven keresztül azt fogyasztani alkalmanként, mert az már nem olyan. És a másik dolog, ami miatt nem, mert amit összeszedünk, az a gomba és hazavisszük, az már ott nem fogja a spóráit elhullajtani, tehát ezért sem lenne a túlzott szedésnek értelme, hogy maradjon ott akkor a természetben, hullatja a spóráját és szaporodjon, hogy legyen jövőre is, meg a továbbiakban is legyen gomba.
kimondottan a könyv alapján nem igazán lehet megtanulni a gombázást, ezt a természetbe kell kint a gyakorlatban, az életben, ott, amit megtalál az ember a helyszínen, akkor előveszi a könyvet, ha nem tudja, és akkor próbálja beazonosítani az adott fajtával, tudja, hogy mi az, és úgy megkeresi, és akkor az összes rávonatkozó bélyegekkel, ugye, hó, ez is illik rá, ez is illik rá, ez az a gomba, amit éppen itt a képen látunk, és akkor ez biztos, hogy az. És a könyv ennyi segítséget nyújt. Tehát kimondottan könyvből gombázni, ahhoz már kell valami kis gombaismeret, hogy valaki a könyvből gombázzon csak. Itt mindenképpen, itt legalábbis a város környékén a harmad gomba, az ami mezei szegfű gomba hivatalosan, az amit itt azonokon a helyeken, ahol annak idején bőségesen tudtunk szedni, nyoma sincs. Ugyanúgy a csiperkéknek se ezen a területen. Hát így a többi gombával úgy általában meg lehet, a többi gombafajt meg lehet találni. Különleges gomba, 4000 éves múltja van ennek a kínai orvostudományban, ugyan annyira nem bogozták akkoriban még a gyógyhatásai, tudták, hogy gyógyhatású, szedték is, használták is, és jól érezték tőle magukat. Tehát komoly kutatásokat 1983-ban kezdtek ezzel a gombával kapcsolatban, és akkor megállapították az ott világ több részéről össze a tudósok, hogy ennek a gombának bizony nagyon nagy gyógyító hatása van. Európában nem nagyon foglalkoznak a termesztésével, mivel nem megfelelő a éghajlati körülmény. Magas páratartalom és 30-32 fok kell neki állandóan. Tehát a rák betegeknek az első számú nagyon jó gyógyszere. Tehát aki már benne van ebbe a betegségbe, a szedett gyógyszereket hatásosabbá teszik. Mivel nagy a méregtelenítő hatása, tehát eleven a gyógyszernek is nagyobb a hatása, amit szed vele. Tehát hatékonyabb. A kemoterápia után ajánlják, nem hullik ki a páciens haja, meg nem lesz tőle olyan, amilyen egy kemoterápia után eléggé megviseli az embereket ez a kezelés, de hát sokkal jobban elviselik. Akkor különböző sejteket regenerál, a máj működését, hasnyálmirigy működését, vérnyomást szabályoz, cukorbetegségre, miután a hasnyálmirigyet működteti, akkor a vérnyomást szabályozza. Tehát egy két év alatt a leírások szerint úgy egy szervezetet teljesen felfrissít. Magyarországra nem régen került be ez a termék, por formájában granulálják, vagy ilyen étterem kiegészítő, kávékba beleteszik, teát csinálnak belőle, így az interneten is lehet róla tájékozódni, azt hiszem rajta van, Ganoderma elnevezés, ez a latin neve ennek a pecsétviaszgombának, és ez a címszó az interneten is, a Ganoderma lithium. Azt hiszem, itt így ilyen kifejezés alatt lehet megtalálni az interneten, és akkor ott lehet róla bővebben tájékozódni, akit érdekel.